Köszöntöm kedves nézőinket! A Vidékfejlesztési Minisztérium számos erőfeszítést tett a vadászati ágazat és a vadgazdálkodás fejlesztése, valamint a vadhús iránti kereslet élénkítése érdekében. Az ország értékes nagyvadakban gazdag területe Somogy megye. Itt a hangulatos zselici dombok között fekvő kisfalu bőszénfa ad otthont Magyarország és Közép-Európa legjelentősebb zártéri szarvas tenyésztésének. A Kaposvári Egyetem vadgazdálkodási tájközpontjának munkatársai egyaránt foglalkoznak takarmánytermesztéssel, erdő- és vadkerti gazdálkodással, valamint vadászattal, vadhúsfeldolgozással és turizmussal. Nem véletlenül. Mindezekkel együtt, de külön is komoly szerepük lehet abban, hogy a magyar vidék élhetőbbé váljon, sőt, egészségesebb is. Hiszen a vadhús bizonyítottan kedvezőbb élettani hatású, mint például a marha, a sertés vagy akár a csirkehús. A bőszénfai példa mellett az öreglaki vadfeldolgozó is sokat tesz azért, hogy egyre több magyar család étrendjében megjelenjenek a vadból készült ételek. Debreceni László és Guta István Somogy megyébe látogatott. A zselic dombjain járunk. A völgyben a Kaposvári Egyetem bőszénfai vadgazdálkodási tájközpontja látható. Itt a 80-as évek közepe óta Európában is egyedülálló vadgazdálkodás folyik. Azt lehet mondani, hogy inkább talán azért vált különlegessé, vagy azért vált részévé, mert különleges. És sokan jönnek ide úgy, hogy szeretnének tudni róla, szeretnék megismerni, vagy egy-egy szakterületet szeretnének jobban elsajátítani. Ilyen formán nekünk a vadhús feldolgozásba, a vadhús értékesítésbe vannak külön útjaink. Tehát nem a Magyarországon megszokott módon próbáljuk ezeket a folyamatokat szervezni, de ugyanígy teljesen különböző és más ötletekkel tudunk előállni mondjuk a vadföldgazdálkodás terén, vagy éppen magának a vadászat megítélésének, a vadászati turizmus, vagy az ezzel kapcsolatos ismereteknek az átadása terén. Egy kicsit adódik ez abból, hogy egy egyetemi keretek között olyan körbe mozgunk, ahol ez a természetes. Ugyanakkor, mivel gazdálkodási folyamatokat irányítunk, szervezünk, így óhatatlanul a gazdálkodási nehézségekkel is találkozunk, és sokszor tapasztaljuk azt, hogy milyen területeken lenne szükség, akár oktatási, kutatási, vagy éppen jogszabályalkotási megoldásokra, vagy újabb változtatásokra. Tapasztalat van, a tudással vagyunk mindig bajban, mert azt hiszük, hogy ezt is tudjuk, azt is tudjuk, és közben kiderül, hogy még mindig kevés, és talán soha nem is érünk el arra a szintre, hogy elmondhassuk magunkról, hogy minden csinyát, binyát ismerjük. Mindig lehet új dolgokkal találkozni, és ettől válik igazán szépé és különlegessé. Itt minden a vad körül forog, elhivatott szakemberek nevelik a gazdaság másfél ezres szarvas állományát. Hosszú évek fáradtságos munkája van ebben, hogy egyáltalán eljussunk odáig, hogy egy vendégnek azt mondjuk arra a bikára, hogy kérem lőjön. A vendég, aki ide érkezik külföldről vagy hazánkból, neki ez csak pár nap, egy szép vadász élmény, amihez mi juttatjuk, nekünk ez természetesen bevétel, egyáltalán nem az öldöklésről szól. Természetesen a vad elejtése egy élet kioltása a vége, de hát ezen túl kell jutni, hiszen ez is egy olyan gazdasági tevékenység, ahol a most már egyre jobban elhatalmasodó vadkárak miatt bevételkényszer van, de azért vagyunk emberek, azért vagyunk szakemberek, hogy tudjunk határt szabni magunknak, másoknak, a vendégeknek, és bizony legyen időnk várni, hogy egy-egy jó bika az ereje teljében a legnagyobb magas tömeget produkáló életkorban
essen el. ...58 kilométer hosszú kerítés óvja az állatokat. A tél beálltával etetésük egyre nagyobb, mindennapos feladat. Télen az állatok egyébként létfenntartó szükségleten vannak, illetve a testhőmérséklet fenntartásához, mozgáshoz igényelnek némi takarmányt, de minden gond nélkül át tudjuk teleltetni ezekkel a takarmányokkal őket. Ez számára valószínűleg úgy hat, mint az ember számára a konzerv, ez a kiegészítő takarmányozás, és az igazi az, amikor legelni tud, tehát a téli időszakban is megfigyelhető, hogy itt van előttük a takarmány, ugyan, de keresik a zöld hajtásokat, illetve ahol a füvet megpróbálja kikaparni. A régi magtár épületében trófeamúzeumot rendeztek be a vadászok, amely nem csak az ideérkező látogatókat, de a szakmabelieket is ámulatba ejti. Ezen a falon egy bikának a hullajtott agancsai láthatók, az első agancstól egészen a hetedik agancsig. Itt igazából a dinamikus fejlődés szemmel követhető. Mi hivatásos vadászok például ez alapján tudjuk megítélni egy gimszaros bikának a lőhető, vagy pedig nem lőhető mi voltát. Konkrétan ennél a bikánál szinte végig olyan agancsot rakott föl, ami alapján mi vadgazdák mindenképpen meghagytuk ezt a bikát. Azóta sajnos nem tudom, hogy mi lett a sorsa. Itt a 8 éves 7. agancsig követhető ennek a bikának a fejlődése. Ez 3 hivatalanított dámszarvasbika. Évente 10 000-nél több látogatója van az állatsimogatónak. A simogatókertel az volt a célunk, hogy Magyarország 5 nagy vadfaját közelről bemutassuk, és megismertessük az ide látogatókkal. A látogatók ismerik a fajokat? Hát egy részük nagyon jól ismeri, másik részüknél pedig hát komoly keveredés van az iránt, hogy melyik a gímszarvas, melyik a dámszarvas, melyik az ősz közülük. És hát ő itt a legrégebbi, a Pötyike, ő 11 éves tehén, gímszarvas tehén, és a tavalyi borja, a Bendegúz, ez egy bikaborja, az első agancsát látjuk rajta, amit hát le is tört a nyáron egy picit a növekedés közben. És ott hátul a szégyellős, az pedig a Bori, az egyes főjelzős, de ő nem fogad el ennivalót sajnos. Bár nagyon szelíd, ugyanúgy simogatható, de nem etethető. És ez pedig az Iciri, ő egy dám tehén. És akkor itt lehet nagyon jól összehasonlítani a dámot és a gimet egymás mellett látva, hogy milyen különbség van köztük. A vadászat a gazdaság nélkülözhetetlen eleme. A 600 000 hektáros vadászterületű Somogyban kivált kép. Mindenhol van az országban egy vadásztársaság, egy erdőgazdaság, egy vadászati ágazat, egy vadászház, ahol emberek dolgoznak, ahol munkahelyek teremtődnek, ahol parkosítani, füvet kell nyírni, ahol főzni kell a vadász vendégekre. Ezáltal gyakorlatilag egy országos hálózattal rendelkezik a vadászat, vadgazdálkodás is. Nyilván volumenjeiben nem akkora, mint a mezőgazdálkodás, de ott van a vidékben, szerves része a vidéknek. Gyakorlatilag azzal, hogy hozzánk érkezik a bérvadász esetleg külföldről, vagy akár most már a magyarországi vadászati turizmus is óriási, azzal gyakorlatilag ezt a vidéket élteti, hiszen nem csak a vadászat, a bérvadászat a lényege vagy a célja ennek az utazásnak, kirándulásnak, hanem egyéb kapcsolt szolgáltatásokat vesznek igénybe ezek a bizonyos vendégek, legyen az egy sétalovaglás, egy túra, napközben egy bármilyen múzeumlátogatás, öko, tájcentrum látogatás, bármi, ami ehhez kapcsolódik, és ami vidéket jelenti Magyarországon. Szeptemberben kezdődik, és január végéig tart a vadászati főszezon. A bérvadászok döntő többsége trófeáért jön, az értékes vadhús, ami a melléktermék. A vadhús az egy nagyon-nagyon jelentős tényező lehetne, mondjuk az élelmiszeripar piacán, akár közfogyasztás, akár iskolák, óvodák, az éttermek is sokkal jobban promotálhatnák a vadhúst, hiszen ez nekünk ennek a bizonyos vidéknek, ennek a bizonyos magyarországi természeti környezetnek, erdőknek, mezőknek a természetes terméke, ugyanúgy, mint ahogy a gabona, a gyümölcs vagy a bor. A vad miért nem annyira híres? Pontosan a vadhús az a termék, a vadászatnak mondhatjuk azt, hogy egyik terméke, amely jóval nagyobb figyelmet érdemelne, sokkal több
lehetőség van ebbe a kiváló alapanyagban, mint amit kihasználunk. Így aztán nem csak, hogy érdemes, hanem én azt gondolom, hogy a vadgazdálkodás a foglalkozóknak kötelessége erről beszélni, erről tájékoztatni a nagy közönséget. És remélhetőleg igen, a vadhúson keresztül eljuthatunk olyan kérdésekhez is, mint a vadállományok fenntartása, szabályozása, vagy éppenséggel a vadászati kultúra értékeinek a megőrzése vagy megmentése. Az éves húsfogyasztása a társadalomban ilyen 70 kiló körül van évente, ebből ilyen 60 dekányi a sajnos a vadhús, miközben egy természetes alapanyagról van szó, kiváló minőségben van ráadásul Magyarországon. Azt merem mondani, hogy a séf kollégáimmal beszélve a magyar vadhús egyébként világszínvonalú. A kultúra az hát nem igazán alakul ki, de én azt gondolom, hogy ez kellünk mi is, gasztronómiai szakemberek, hogy elhitessük mindenkivel, hogy ez egy kiváló alapanyag, amivel érdemes igazából megismerkedni a társadalomnak nagy részével is. Jelenleg szezon van az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft-nél. Egészen szeptember 1-től február végéig ilyen nagy üzemben dolgozunk. Február végétől egy picit enyhül a nyomás, ugye kevesebb a vadászat, kevesebb a vadunk is. Természetesen olyankor nem ilyen létszámmal dolgozunk, hanem egy kicsit visszavesszük a létszámot, de van egy törzsgárdánk is, akik folyamatosan egész évben dolgoznak nálunk, és vannak visszatérő dolgozóink, akik nyáron egyéb munkahelyeken helyezkednek el, de minden szeptemberben visszajönnek hozzánk dolgozni. Az egész Dunántúlról érkezik ide az alapanyag. Az innen kikerülő termékek 95%-a Németországban, Ausztriában, Svájcban, Olaszországban kerül a boltok polcaira. Itt a különbség az abban rejlik, hogy a külföldi vevő elsősorban például a svájci piac, vagy a német piac inkább a magasabb, értékesebb, tehát az értékesebb húsrészeket vásárolja, így a gerincet, combot és az ebből készült termékeket, míg a belföldi, illetve az olasz piac például az olcsóbb árfekvésű, nagyobb tömegű pörkölt hús vagy kockázott hús irányába mozdul el. Rendkívül magas ára miatt bizonyított erényei ellenére vadhús nagyon ritkán kerül a magyar háztartások asztalára. Véleményem szerint a vadhús megfizethetetlensége, ez pusztán egy piaci fogás Magyarországon. Abban az esetben, most csak a vaddisznót említeném, amikor a nagy vadfeldolgozók, ezért a vaddisznóért, főleg ilyenkor a téli szezonban, amikor dömping van belőle, 100 és 250 forint között hajlandóak fizetni élő súlyban, tehát szőrben, bőrben zsigerelten, a jó minőségű vadhúsért, akkor nem látok egyetlen okot sem, hogy ez drágábban kerülhetne tőkehúsként mondjuk a polcra, mint mondjuk egy külföldi európai, bármelyik európai országból importált házi sertéshús. És az nem kérdés, hogy legalább olyan minőségű, az ízvilágát meg mindenkinek javaslom, hogy ismerje meg, mert hogy sokkal jobb, természetesebb, ismert az útja egészen a termelőtől, ami ebben az esetben ugye a vadászatra jósult, a felhasználásig, a tányérig, hogy úgy mondjam, teljesen végigkövethető. Ez az élelmiszerlánc, ennek a biztonsága Magyarországon ez teljesen lefedett. Mindenképp szeretnénk jelen lenni a belföldi piacon, és szállítunk is magyar áruházláncoknak termékeket. Ezek általában az olcsóbb árfekvésű termékek, amelyeket még a magyar fogyasztók talán meg tudnak fizetni. Itt nagyon nagy probléma, hogy Magyarországon nincs igazán hagyománya a vadhús fogyasztásnak, és nagyon fontos lenne egy olyan média kampánya, amely ezt alátámasztaná, illetve a különböző vadhúsokkal megismertetné a magyar fogyasztókat. Talán az is probléma, hogy a fizetőképes kereslet Magyarországon alacsonyabb, kevesebb ember tudja megfizetni ezeket a termékeket, míg az egyéb húsok olcsóbb árfekvésben előállíthatók, így a vadhús azért egy elég költséges és egy elég prémium terméknek minősülő hús. Az érdekek ellentétesek. Valószínűleg a Nyugat-Európa piacai ezt a tőkehúst jobban el lehet adni. Ha Budapesten, már pedig van ilyen hely, megnézzük, hogy ez mennyibe kerül tőkehúsként, ez a bizonyos vaddisznó. Nem beszélve az őzőről vagy a szarvasról, hát bizony a házi asszonynak abban elmegy a kedve.
Tehát semmi olyan motiváló tényező ma nincs arra, hogy az embereket arra ösztönözzük, hogy vadhúst fogyasszanak. Ahogy a halászok, megint csak jó példa, promotálják, lobbiznak a saját termékükért, hogy a busa, hogy az omega 3, stb. Ugyanúgy nekünk a vadért ki kell állni. Tehát ennek a vidéknek, ennek a vidékfejlesztésnek legyen szerves része az, hogy az onnan származó természetes alapanyagot, mint táplálékot vigyük be a magyar élelmiszerláncba. Alakítsunk ki kultúrát. Nyilván az érdekek ott sérülnek, hogy a 170 forintos kilónkénti szőrben bőrben élő ár és a 6000 forint közötti tőkehús árat, a különbséget valaki szereti eltenni. Ez nem ennyire véres és ez nem ennyire sarkos. Ezt meggyőződésem szerint, és ez csak a saját véleményem, de nyilván ezt sokan osszák, sokkal elérhetőbben oda lehet tenni a polcra. A vadhúsnál, a vadhús feldolgozásánál alapvetően olyan költségek merülnek fel, amely a tenyésztett állatoknál nem merül fel. Sokkal nagyobb a veszteség a feldolgozás során. Itt gondolok arra, hogy a vadhús előállításakor lőtt vad feldolgozása történik, tehát itt a lövés helyének a vesztesége, a sok kobzás, részkobzás, ez mind növeli a költségeket és a kihozatali arányokat, és nagyon alacsony a hasznos húsrész aránya a vad feldolgozás során. Amit öreglakon nagyon nagyban csinálnak, azt bőszénfán teszik kicsiben. Dám szarvastehén feldolgozása zajlik, most levettük a lapockát, dagadóját levesszük, a sepecsenyét, és akkor hát így folyamatosan daraboljuk le az állatnak a részeit. Kerül csontozásra, húsfinomításra, tisztításra, a lőtt részek, sebzett részek, véres részek, hátja, a fagyú eltávolítása, és akkor úgy kerül majd zacskóba csomagolásra később. Ugye első lépésben átvesszük a vadat, utána átesik egy állatorvosi vizsgálatom. A következő fázis az a nyúzás, amikor meg van nyúzva a vad, és mindjárt át van tolva a hűtőbe. A hűtőből egyenesen megy majd a csontozóba, ahol ugye a hentesek feldolgozzák az állatot. A csontozóból ládába pedig ide van szállítva a következő helyiségbe, ami maga a fóliázó, tehát a csomagoló. A vákumfóliázó szerintem különösen nagy, a vákumfóliázónak különösen nagy szerepe van abban, hogy a vadhús elég sokáig eltartható, akár frissen is. Körülbelül 60% az értékesítésnek az éttermeknek megy, ennek nyilván java része ez Budapestre, de helyben is értékesítünk. Van egy vadhúsboltunk, illetve van éttermünk, ahol nyilván a saját vadjaink húsát készítik el a séfek. A vadhús elkészítése igazi kihívás, az érlelés vagy a pácolás kihagyhatatlan munkafolyamat. A vadaknak ugye van egy első osztályú húsrész, ez a hátszín vagy a bélszín. Azt általában fél angolosra szoktuk, vagy angolosra sütni. Én mondom, hogy kezdő házi azt, hogy ez nem próbálkozza meg. Ez ilyen megpróbálkozhat, de hát elég kétes a végső kimenetele. Én inkább az előbb bemutatott pácolásnál egy combot használtam, alkalmaztam. Ezt javaslom egy ilyen 10-12-14 nap utáni pácolás után kezdje el a magát a sütést, amit én azt gondolom, hogy legegyszerűbb módja, hogyha kiveszi a pácból, lehúzza a rajta levő olajat, sózza, borsózza, egy előmelegített sütőbe tegye be, és utána kevés ördékot hozzátéve, akár egy egyszerű zöldségájra feltesz, amit feldarabol, és utána erre ráteszi, locsolgatja, esetleg pici vörösborral még, amit egyébként adni kíván majd hozzá vendégeinek, ezzel locsolgatva, és ennek a sütésnél nem tudom meghatározni, hiszen ezt kilóra tudnánk megmondani, és nagyon fontos, hogy ne alacsony hőmérsékleten süssük ezt a húst, és ha én, mint szakember, én tapintásra meg tudom állapítani, hogy elkészült, hogy milyen állapotban. Nyilván egy háziasszony még nem. Javaslom, hogy bár nem szoktam ezt mondani, ez egy villába szúrja meg, és ha könnyedén átmegy rajta, akkor hagyja abba a sütést, de semmiképpen ne szárítsuk ki, mert utána egy vadhús száraz, akkor teljesen élvezhetetlen lesz. És javaslom, ha kivette a sütőből, akkor vegye is ki a tepsiből, tudni, ha bennmarad, akkor nagyon sok zsiradékot szív magába, és élvezhetetlen lesz. Ez egy nagyon fontos dolog. És mielőtt még fölszeleteli, egy 5 percig hagyja pihenni letakarva, mert
mert akkor a húsnedvek azok bent maradnak. A Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezésére 2014 a vadhús éve lesz. A programtól a hazai vadhús fogyasztás emelkedését várják a szakemberek, a leendő fogyasztók az árak csökkenését, a vadászok pedig azt, hogy tevékenységük társadalmi megítélése javul. Nagyon sok értékkel rendelkezik a magyar vadászat és vadgazdálkodás, és ezeket az értékeket meg kell őrizni, és tovább kell adni, tovább kell vinni. Nagyon sok olyan terület van, ahol változtatnunk kell, és azt gondolom, hogy ez csak összefogással és párbeszéddel válik lehetségessé. Gondolok itt a szabad területen élő állományok és a különböző vadkároknak a helyzetére, vagy akár magának a vadásztársadalomnak a megítélésére és a vadászat megítélésére. Ezeken a területeken is nagyon sokat kell és még többet kellene beszélni, nyíltan, őszintén elmondani az érveket, ellenérveket, és akkor talán előrébb lehet jutni ezekbe a kérdésekbe is. A vadászat ugyanis nem lövöldözés, gyilkolás, pénzes emberek úri passziója, annál sokkal több. És én furcsán állok azok előtt, az emberek előtt, akiknek mondjuk 40-50-60 évesen eszükbe jut, hogy tulajdonképpen ők vadásznak születtek, csak eddig nem értek rá, és most utána ez egy ilyen státusz szimbólum lett, most mindenki belevág ebbe a vadászatba. Én tudom, hogy belőlük soha nem lesz senki, mármint úgy, hogy soha nem lesz igaz vadászember, és sajnos bizony nekünk, azt gondolom, hogy igaz vadászoknak a becsületén sokszor miattuk esik csorba. Úgyhogy nekünk majd a jövő nemzedéke számára azért egy fontos feladatunk lesz, hogy ezt tényleg a gyökerektől megismertessük a fiatalokkal, pont azért, hogy tudják, hogy mivel jár, és nem csak azért, hogy egy gyarló ösztön legyen ez a vadászat. Amikor avatjuk a vadászokat, az első vadjuk elejtése alkalmából, akkor azt szoktuk mondani, hogy legyen jó vadász, óvja, védje a természetet és a benne élő vadállományt, soha ne ragadtassa el magát, és ne váljon kabzsi emberré, aki mindig mindent és minden áron el akar ejteni, vagy meg akar szerezni, és ne felejtse el azt, hogy ezek az állatok az életükkel fizetnek azért, hogy mi vadászunk, és emiatt egy különös tisztelet és szeretet kell, hogy övezze őket. Mindamellett soha nem tekintjük őket versenytársunknak vagy ellenfelünknek, hanem ugyanannak a természetnek vagy ugyanannak a környezetnek a részei, mint aminek mi magunk is részesei vagyunk. És ha ezt mi így éljük meg, akkor tudjuk igazán átérezni, és akkor tudjuk igazán élvezni azt a sokszínűséget és azt a csodálatot, ami körbevesz bennünket. Hogyha ezt az ember egy ilyen felsőbbrendűséggel éli meg, és úgy gondolja, hogy mindenki és minden azért létezik, hogy az ő boldogságát vagy örömét szolgálja, akkor nagyon kellemetlen, és az soha nem igazi érzés. Ez mindig ilyen mű dolog. A Vidék élni akar című műsorunkat látták. Adásunkat megnézhetik az Echo TV honlapján. Találkozunk egy hét múlva, a szokott időben. Vasárnap este 9 órakor. De addig se feledjék, nálunk a vidéki élet, a vidéki ember van a középpontban. Viszontlátásra! Műsorunkat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatta.